Sziasztok, Kömke vagyok. Ez pedig a Minden, ami családi ház újabb monológ podcast adása. Ez az adás két részre tagolódik. Az első részben a szakértői házszemléről fogok egy pár szót ejteni, mit tartalmaz, illetve saját magamról egy pár szót mesélek. Van egy adatlapom, amiben összeszedtem az ingatlan felméréssel kapcsolatos leggyakoribb tételeket, szerkezettípusokat. Magyarul csak karikázni kell az adott szerkezetnek a típusát, és így végig lehet menni az egész házon. Ezt fogom majd végigvenni a második részben, hát ha valakinek segítséget nyújt a háznézés során. Természetesen az adatlapot majd berakom a podcast linkjébe letölthetővé, bárki le tudja tölteni, és azzal tud menni házat nézni a saját feje után, hogyha nem kíván egy szakértőt megfizetni. Sokan kérdezik tőlem, hogy mit tartalmaz egy háznézés, mit kapnak a pénzükért. Van egy alapdíja magának a háznézésnek, ami értelemszerűen az én szakértelmemet, illetve óradíjamat tartalmazza. Valamint, mivel hogy még egyelőre nem tudunk teleportálni, sajnos a kiszállási díjat tartalmazza ez a szemledíja. Ez természetesen távolságtól függően változik. És itt mindjárt be is szúrnék egy kérdést, ami sokszor felmerül, hogy látják az adatlapomon, hogy Gödöllői vagyok, és hogy csak a környéken vállalok egy háznézést. Nem, ez nem így van. Én az egész országban csinálok háznézéseket. Járok a Sopron melletti határvidékre, Debrecenbe, Szegedre, Balatonra, gyakorlatilag bármerre. Értelemszerűen itt a kiszállási díj az, ami a sokkal húzósabb tényező a teljes összegből. Ezt kell megfizetni. Nagy távolságok esetén szoktam azt tanácsolni, hogy ha van rá mód és lehetőség, akkor szedjünk össze 2-3 ingatlant egymás után, tehát magyarul aznapra, és akkor értelemszerűen a kiszállási díj azt csak egyszer kell megfizetni. Ha van 3 ingatlanunk egymás után beszervezve, egyszeri kiszállási díj és a háromszor a háznézéseknek a díja. Tehát lényegesen olcsóbbra tud kijönni így. Ez a jelenlegi felpörgetett építőipari helyzetben, ez 2021 nyara, nem igazán szokott működni. Egyszerűen napok vannak csak a házakat megnézni, sőt még van, amikor az sem. Másnap, harmadnak meg kell nézni egy ingatlant, mert máskülönben elviszik. Nagyon nagy mászni kell ahhoz, hogy össze lehessen sorolni 2-3 ingatlannak a megnézését. Szintén mondani szoktam, hogy a megnézendő ingatlannak a hirdetési linkjét, vagy esetleg képeit, azt küldjék már át nekem Messengeren vagy e-mailen. Ugyanis sok esetben már a képeken látszódnak olyan hibák, illetve olyan dolgok, amik lehet, hogy eleve ki fogják zárni a megvételt, és azáltal feleslegessé teszik a szemlét is. Általában azt is szoktam kérni, hogy nem csak egy-egy házat nézegetnek a vevőjelöltek, hanem többet is. Küldjék át nyugodtan, én azokból visszaírom, hogy melyiket érdemes egyáltalán megnézni. Lehet, hogy látok rajta olyasmit, ami eleve kizárja azt, hogy megnézzük, mert a tető már olyan állapotban van, vagy mert olyan az épület szerkezete, vagy mert a gépészetet olyannak találom, ami sok-sok milliós plusz beruházási költséggel jár. Viszont azt sem szeretném, vagy azt sem szeretem, hogyha kapok 20 linket. Egy-egy ingatlannak a normális átnézése így a hirdetés alapján az 4 óra 20 perc. Erre azt a megoldást szoktam alkalmazni, hogy aki már engem megbízott egyszer háznézéssel, megnéztem neki már egy ingatlant, illetve elbeszélgettünk arról, hogy mik neki az igényei, én abból már tudni fogom nagyjából, hogy mi az, ami kizáró tényező. Ha valakinek 6 hónapon belül költöznie kell, és átküld egy olyan épületnek a hirdetési linkjét, ami látom, hogy bőven van felújítani való, ami nem 6 hónap lesz, hanem sokkal több, akkor értelemszerűen ezt le fogom neki írni, hogy ez az ingatlan, ez csak úgy megnézendő, vagy csak úgy kerülhet képbe, ha ez a 6 hónapos beköltözési idő, ez ki tud tolódni. Vagy például van, aki nem szereti, ha szétkeverni az egész épületet, most teljesen függetlenül attól, hogy ez időben mit jelent. Viszont én látom a burkolatokon, gépészeten, stb., hogy nagyon komoly felújítás várható az ingatlanra, ami összegben sem mindegy, illetve időben sem mindegy egyáltalán, hogy mennyi időt vesz igénybe. Pluszban még a szakemberkeresés, kivitelezés ellenőrzésnek a fáradalmai és cécója.
Jó párszor előfordul az is, hogy olyan ingatlant akarnak velem megnézetni, amit már másnak megnéztem. Ez is kiderül igazából a hirdetési linkből, illetve hát a címből. Ilyen esetben el szoktam mondani, hogy mit tapasztaltam az előző szemle során, és ha ennek függvényében még érdemes még egyszer kimenni, mert teljesen mások például az igények. Ő például nem kér tetőtérbeépítést, vagy nem akar bővíteni, vagy hasonló dolgok, akkor érdemes esetleg találkozni és átbeszélni az ingatlannal kapcsolatos dolgokat, mert teljesen más szemszögből kell megnézni, de ilyenkor sem nézem meg még egyszer az ingatlant, mert én egy általános felmérést végzek, jó eséllyel átnéztem minden olyan dolgot, ami az ingatlanhoz köthető, illetve ehhez kapcsolható. Kérdésként szokott felmerülni az is, hogy végzek-e statikai vizsgálatot. Mivel képben vagyok gépészetileg és villanyszerelésileg, illetve statikailag is az épülettel, így egy eléggé átfogó vizsgálatot tudok nyújtani az ingatlannal kapcsolatban, tehát nem csak építés szemmel nézem meg a dolgokat. Statikai vizsgálatot akkor szoktam javasolni, amikor nagyon olyan az épület, hogy vagy nagyon romos állapotú, vagy olyan dolgot találok rajta, ami mindenképpen statikai megerősítést kíván, valamint abban az esetben, hogyha például kérdőjeles a szerkezet és tetőteret szeretnének beépíteni. Például egy tégla alapozású épületnél 90% hogy kelleni fog alap megerősítés, utólagos alap megerősítés, de ehhez már statikus kell. Ha ilyen ingatlant nézek, akkor szoktam azt mondani, hogy első körben velünk még nem muszáj jöjjön statikus, de második körben már valószínű az igények miatt kelleni fog. Repedésekre, meg ilyesmikre nagy valószínűséggel én is meg tudom mondani, hogy egyrésztről miből fakad, másrésztről mennyire veszélyes. Nem vagyok azért mindenható, meg nem szeretem magamra vállalni ilyen jellegű felelősséget. Ha olyat találok, amiben én is bizonytalan vagyok, akkor mindenképpen statikusnak a bevonását fogom javasolni. Sokszor megkapom kommentekbe, illetve már élőben is kérdezték, hogy olvassák a blogomat, és hogy ennyire rossz mindegyik épület. Tehát a bejegyzéseimnek a nagy része az kvázi a rosszakat mutatja be. Én erre azt szoktam mondani, hogy hírértéke mindig a rossznak van. Egy jó épület esetén, azon kívül, hogy jó és azonnal vedd meg, vannak ilyen bejegyzéseim, blogposztjaim is egyébként, hogy miért érdemes megvenni, illetve azonnal meg kell venni. De tény az, hogy 80%-ban a rosszakat emelem ki. Pont azért, mert ezekből lehet tanulni, illetve ezekből lehet következtetéseket levonni egy-egy háznézés kapcsán a laikusok számára, hogy mire számíthatnak, milyen költségekre, illetve milyen következmények jöhetnek ebből. Egy cseppentőlemez hiánya a tetőnél az 10-15 év múlva fog problémát okozni. Erre van, aki azt fogja mondani, hogy leszarja az egészet, mert 10-15 év az nagyon hosszú idő. De például egy padlószerkezetből, ha hiányzik a nedves, a vízszigetelés, illetve a hőszigetelés, az már nagyon komoly komfort csökkentő tényező, az már a következő hideg télen jelentkezni fog problémaként, komfort problémaként, amit nem fog megköszönni a család. Ugyanez igaz a fűtésre, vagy egy tetőcserére. Elmondom, hogy körülbelül mennyi élettartam várható még az adott szerkezettől, vagy az adott gépészettől, és ha karban van tartva, értelemszerűen, és akkor lehet előre kalkulálni ezeket a költségeket. De ezeket mind nagyon fontos tudni, mert egy tetőcsere több millió forint, 4-5-6 millióról beszélünk, és egyáltalán nem mindegy, hogy az azonnal esedékes, 5 év múlva esedékes, vagy 10 év múlva esedékes. Viszont ha meg visszafelé oldalról nézzük, és azt mondom egy tetőre, hogy 5 éven belül, vagy 5 év múlva legkésőbb cserélni kellene a tetőt, akkor az ember viszont nem öl bele 20 millió forintot a földszínnek a felújításába, úgy, hogy közben 5 év múlva leveszi róla a tetőt, mert értelemszerűen kockáztatja a felújított épületnek a épségét, illetve belső megjelenését. Megrepedhet a mennyezet, a héjalás változás, terhelés változás miatt beászhat egy tetőcsere alkalmával az egész épület, akkor minden, tehát egy laminát parkettától elkezdve minden tönkre mehet. Ennek a kockázatát viszont nem vállalod fel, ha normális épeszű ember vagy, hanem azt fogod mondani, hogy akkor a mostani beruházási költségre rá kell számolnom azt az 5 millió forintot, már most, és most lecserélem inkább a tetőt, mert akkor 20-30
40 évig le van a gond az egészről. Visszatérve a kérdés elejére, rendkívül rossz a családi ház állomány Magyarországon, 2021-es komfortigényeknek megfelelően. Nagyon sokszor mondják azt az emberek, hogy ó, hát mi is felnőttünk így meg úgy, meg nagyanyáink is felnőttek így meg úgy. Igen, csak a mi gyerekkorunkban, meg nagyanyáink idejében mondjuk a fűtési költségnek, tehát a rezsiköltségnek az aránya az összköltséghez képest sokkal ellenyészőbb volt. Amikor egy hőszigeteletlen, teljesen hőszigetelés nélküli régi épület elfogyaszt 3-4 ezer köbméter gáz télen ahhoz, hogy nagyjából komfortosan lehessen fűteni, és az viszont 4-500 ezer forint egy évben, az azért nagyon húzós tétel. Ha ezt visszabontod havi költségre, akkor az bizony 40-50 ezer forint, vagy pedig, ha a téli leolvasós fogyasztást választod, akkor az meg 80-100 ezer forint. Ezen kívül az, hogy mi felnőttünk ugyanolyan falazatú épületekbe, meg ugyanolyan nyílászárójú épületekbe, és még most is ezek vannak berakva, az azért közben eltelt 40 év. Az is szintén kérdésként szokott felmerülni, hogy nem-e félek attól, hogy nem veszek észre valami komoly hibát. Természetesen ez benne van a pakliban. Én próbálok a most már lassan 25 év tapasztalatával házakat szemlélni. Mindig érnek meglepetések. Mivel feltárást nem nagyon tudok végezni az épületeken, mert hát nem végzek feltárást, tehát nem roncsolásos vizsgálattal vizsgálódok, ezért erre a sok éves tapasztalatra tudok hagyatkozni, illetve a mérőműszerekkel méregetek, colstokkal, illetve mérőszalaggal mérek dolgokat, és nagyon sok dologra lehet ezekből következtetni. Természetesen előfordulhatnak olyan dolgok, ami az én figyelmemet is elkerüli, de ezekkel nem mivel nincs röntgen szemem, egy alapozásnak a minőségét azt nem lehet megállapítani. Volt már olyan, hogy megvetettem egy épületet, mivel bővíteni szerették volna, és tetőt lehet bővíteni. Én beprognosztizáltam, hogy nagy valószínűséggel tégla alapja van 60-80 cm mélyen, és kelleni fog, tehát a statikus kérni fog majd alap megerősítést. Kiásták az alapozást, és kiderült, hogy 30 cm mélyen van tégla alapozás, tehát már a meglévő épület állékonyságának a biztosítására is szükséges volt a aláalapozás, szakaszos aláalapozás, nem csak arra, hogy a tetőteret beépítsék. De ezek olyan dolgok, amiket nem látok, és sajnos előre láthatóan nem is fogok látni, mert nem hiszem, hogy lesz ilyen, az én életemben még lesz ilyen technológia, ami röntgenszemet varázsolna nekem vagy bárkinek. Ehhez kapcsolódik az, hogy milyen műszereim vannak. Amit nagyon előszeretettel használok, van egy mikrohullámmal működő nedvességmérő készülékem, ami 30 cm mélységig mér nedvességet. Ez falra, padlóra, hát gyakorlatilag minden szerkezetre ad egy-egy értéket, és ezzel szoktam körbemérni az épületeket. Ezzel én például ki tudom deríteni, hogy van-e zuhanyzó vagy a kád mögött kent vízszigetelés, mert azonnal kimutatja a műszer ennek a hiányát. Ami megint csak tud lenni egyébként akár egy sok százezres tétel, illetve egy hiba forrás, hogy vajon miért ázik a fal túloldala. Derítettem már fel vele szivárgást is egyébként, végigkövetve egyszerűen a falban lévő magas értékeknek a nyomvonalát, de nem erre való a készülék, ez egy eléggé extrém eset volt. Van egy nagyon jó hőkamerám, amivel így épületdiagnosztikát tudok végezni. Meg tudom nézni például, hogy vannak-e betonált hidalók a nyílászárók fölött, van-e koszorú az épületben, amik megint csak például a régi épületeknél áthidaló hiánya, az megint csak tud lenni egy jó pár százezer forintos plusz tétel, ugyanis a mai modern műanyag, vagy akár a faablakokat, ha nézzük, azok mindenféleképpen teherhordó áthidalót kívánnak maguk fölé, mert még azt a adott, tehát hiába van egy koszorú mondjuk a nyílászáró fölött, de van még ott 40 centi főfal, annak a súlyát sem fogja tudni egy mai modern nyílászáró áthidaló nélkül kivédeni. Régi ablakoknál előfordul az, hogy vagy egy fagerenda van ott, vagy a kisméretű téglás az épület, akkor boltövet raktak belőle. Ezeket mindet ki kell váltani modern áthidalókra,
és ez bizony ablakonként attól függően, hogy hová terhel a födém, ez 80-100, akár 200 ezer forintos költséget jelenthet nyilánzáronként. Az egy nagyon komoly dolog, és elég nagy felfordulással jár értelemszerűen. Tehát ezeket mindet tudom diagnosztizálni a hőkamerával, rendkívül nagy segítséget nyújt. A közhiedelemmel ellentétben a hőkamerát tudom használni gyakorlatilag mindig. Azokat a szerkezeti különbségeket megmutatja, amikre nekem szükségem van. Tehát egy födémgerendázás átsejlik a hőkamerán, hogy hogy vannak a gerendák, milyen távolságban vannak. Nagyon sok esetben előfordul az, hogy viszonylag modern épületet nézek, és elgerendás a födém, aminél van egy fesztáv, aminél már duplázni kell a gerendát, ez 5.40 egyébként. 5.40-es fesztávnál vagy 6 méteres fesztávnál sem duplázták meg még annak idején a gerendákat. Most ez azzal jár, hogy hiába vasbeton gerendás és betonkefni is az épület, mivel nem szabályosan lett építve, ezért ennek a tetőtere födém megerősítés nélkül nagy valószínűséggel nem építhető be. És bizony bukott meg már ilyenen épületvásárlás, mert úgy hirdették, ez az ingatlanosoknak a hülyesége, hogy ami betonfödémes, az egyből beépíthető tetőtérrel kell hirdetni, mert miért ne. De itt eleve a tetőnek a kialakítása is lehetővé tette volna a tetőtér beépítést, viszont 660-as fesztávon szólóba voltak a gerendák berakva, ami egyébként is óriási hiba. Állékonyság meg egyéb szempontból én azt mondom, hogy nem okozott statikai problémát eddig sem, tehát nagy valószínűséggel nem fog. Viszont a tetőtér beépítését lehetetlenné tette ezáltal. Na most ez csak a hőkamerával derült ki, mert alulról vakolva van a födém, felülről pedig rajta volt a felbeton, ami szintén eltakart mindent. Mérőszalag az totál standard esetekben kell, fal vastagságmérések, hőszigetelés vastagságmérése, fertőtető síkjának mérése. Ezeket mind rögzíteni szoktam az adatlapon, amiről majd a második részben lesz szó. Egy mérőszalag mindig legyen az embernél, elemlámpa mindig legyen az embernél természetesen. Nálam van még lézeres távmérő, mert azért azzal egy fesztávot, belmagasságot, ilyesmit lemérni sokkal egyszerűbb, mint mérőszalaggal küzdeni. Valamint, ami szintén fontos adalék, hogy készítek sok-sok részletfotót az épületről. Egyrésztről magam emlékeztetésére, másrésztről pedig ezeket a fotókat meg szoktam osztani, elküldöm az értékeléssel együtt. Ezek pont azok a... Tehát egyrésztről a mérési eredményeket rögzítem, a nedvességmérővel rögzített értékeket, a mérőszalaggal lemért szarufa szélességet, magasságot, ilyesmiket, belmagasságot szoktam lefotózni még, hogy az is meglegyen. Legyen később is egy bármikor előkapható, értékelhető adatlap, illetve dokumentáció a felmért épületről. Van nálam egy összecsukható teleszkópos létra, mivel hogy sok esetben a padlástért, magának a tetőszerkezetnek a szemléjéhez szükség van feljutni a padlástérre, és ez helyileg nem biztosított, vagy nagyon macerás. Vagy pedig nem véletlenül megpróbálják elsumákolni az eladó jelöltek azzal a felkiáltással, hogy ó, hát nincsen létrájuk, meg nem lehet hozzáférni a padláshoz. Létra mindig kell. Egy építészmérnök hallgató, illetve most már végzős építészmérnök kérdezte korábban, hogy hányan vagyunk, illetve hogy van-e felvétel nálunk. Én ezeket a háznézéseket egyedül végzem, egyébként többen vagyunk a cégben, mivel foglalkozunk tervezéssel is, de a többi kollega igazából ténylegesen tervezéssel, illetve magával a rajzolással foglalkozik. A háznézéseket azokat nem szívesen adom ki, illetve addig annyit vállalok, amennyit én önmagam meg tudok csinálni, mert ahogy egy korábbi kérdésben is felmerült, hogy nem félek attól, hogy nem veszek észre egy komolyabb hibát, csak arra tudok felelősséget vállalni, amit én megnéztem, és az én tapasztalataimmal tudom azt mondani, hogy ez vagy az van az ingatlannal, így alszom én is nyugodtan. Nem szeretném bővíteni a céget, mert korábban volt nagyobb építészirodánk, és tudom ennek a előnyeit, hátrányait. Mi családi házakkal foglalkozunk, annyi munkát vállalunk be, amennyit így meg tudunk csinálni, ennyien és kész. Az, hogy egy frissen diplomázott építész hallgatót bevegyünk a csapatba, abszolút nem látom értelmét. És nem azért nem látom értelmét, mert sajnálnám a tudást tőle, mert én nagyon szívesen tanítanék egyébként, képeznék ki utódokat kvázi, de ezt nem lehet felszedni még évek alatt sem. Ehhez nagyon-nagyon hosszú évek kellenek ahhoz, hogy
egyrészről a régi építési technológiákkal tisztában legyél, és nem csak papíron. Tehát az, amit az épületszerkezet tanban tanítanak, nagyon jól hangzik, hogy B30-as tégla, meg ikersely tégla, meg minden, de egy 2 négyzetcentiméteres lukon, ami le van verve például a vakolat, neked fel kell ismerni, hogy az B30-as tégla, vagy ikersely tégla, vagy bármi más tégla. És ezeket a tapasztalatokat, ezeket át lehet adni, de amíg nincs meg ez a sok-sok éves rutin, addig gyakorlatilag nem azt mondom, hogy nem ér semmit, csak óriási kockázatot rejt egy háznézés, egy önálló háznézés. Lehet, hogy a haverom nagyon jól ért az autókhoz hobbi szinten, de egy 3 milliós autó vásárlásához nem őt vinném el. Hobbi szinten átnézi az autót, és azt mondja, hogy rohadt jó meg minden, miközben kihívok 20 000 forintért ezzel foglalkozó szakértőt, aki festékréteg vastagságmérővel és egyebekkel átméri az autót, és mivel elküldtem neki korábban a linket, hogy milyen autóról van szó, tudni fogja, hogy specifikusan miket nézzen. Ugyanígy vagyok én is vele, hogy tudom, hogy egy-egy háznál miket kell néznem, mert mik azok az adott építési technológiának a hibái. És ezt a tudást csak helyszínen lehet átadni, tehát ez a fő akadálya az egésznek, hogy nekem nagyon sokan szokták mondani, hogy miért nem szólok semmit háznézés közben. Azért nem szólok semmit háznézés közben, mert elkezdem mutogatni, hogy mi a problémám az adott résszel, mondjuk egy ablak fölötti repedéssel, miközben ennek, hogyha van egy A verziója, meg van egy B verziója. Az A verzióhoz, hogy az beigazolódjon, ahhoz bent is meg kell jelenni a repedésnek, illetve a hőkamerán is látnom kell valamit. Amíg erről meg nem bizonyosodtam, addig nem mondom, hogy A vagy B van azzal a repedéssel, mert csak hülyét csinálok magamból. Magyarul van egy fél órás, 20 perces, 40 perces ingatlan méretétől függ, meg bonyolultságától függ. Kvázi néma háznézés, ahol műszerekkel méricskélek, fotózok, mérőszalagozok, stb. És utána áll össze a fejembe az egész dolog. Na most, ha vinnék magammal egy hallgatót, vagy egy tanulót, akkor már eleve ott mutogatnom kellene neki, hogy mit nézzen mondjuk az ablak fölötti repedést. Látod azt a repedést? Ez lehet, vagy ez lehet, majd belülről megnézzük. Tehát egyrészt, hogy kiteregettem a lapjaimat a vásárlóban, nincsen probléma, mert ő úgyis tudni fogja a dolgokat, de az eladó előtt, amivel viszont rontanám a vásárlónak az alkupozícióját, meg egyebek. Nem szeretek vitatkozni egy eladóval arról, hogy miért szar a háza, meg miért van ez, meg miért van az. Én ezt tudom, a vevő tudni fogja, ő az alapján dönteni fog. Rettenetesen nehéz kinevelni egy utódot, vagy akár több utódot, nem beszélve arról, hogy a napjaim egy jó része az azzal telik, hogy úton vagyok. Egyáltalán nem ritka az, hogy 7-800 kilométert megyek egy nap, ami este az autó azt mutatja, hogy 9 órát ültem az autóban. Na most egyrésztről oké, társaságba utazni, pláne ha olyan társaság, akivel közben lehet szakmáról beszélgetni, kvázi az okítás az folytatódhat az autóban, meg egyebek, az oké, csak összeszedni őket, egész nap együtt lenni, kinek mikor kell pisilnie, kinek mikor éhes, stb. Ezt nem lehet így összekoordinálni, ez egyszerűen észszerűtlen az egész. Nem tudom, hogy lehetne ezt megoldani, ezért vannak ezek a podcastek, ezért vannak a YouTube videóim, a blogposztjaim, ezekkel tudok segíteni az egész dologban, és megpróbálok majd a közeljövőben kicsit komolyabban YouTube videókra feltenni hibákat, illetve a hibáknak a megoldását, valamint a következményeit, hogy mire következtethető, és mit okoz. Gyakorlatilag, ami szerintem segíteni fog egy kicsit abban, hogy tisztában lássanak az emberek. Magyarul az építő hallgatóknak azt javasolnám, egyrésztről menjenek le építészirodába dolgozni, legyenek tisztában a tervezéssel, és pár évet töltsenek el kivitelezésben művezetőként, kint a terepen, hogy lássák a való életben, hogy folyik a kivitelezés. Vagy legalább tervezői művezetőként vegyenek részt, és érdeklődjenek minden után. Nem szeretem azt az építész beszűkült látásmódot, hogy az építész az csak terek formálásával foglalkozzon. Igenis legyen tisztában egy kicsit a statikával, legyen tisztában a gépészettel, legyen tisztában a villanyszerelésed, gyakorlatilag nem nagyon kell tisztában lenni, de azért napelem, mit fogyaszt, mire elég az egyfázis, stb. Ezekkel azért illene tisztában lenni. Ne az legyen, hogy amikor ez ember házat tervez, és azt mondják neki, hogy hőszivattyú kell,
akkor nem kattam be neki a csengő, hogy basszus, annak kell 4-5 négyzetméternyi gépészeti hely, hanem nyugodt szívvel tovább tervezi az eredetileg gázkazánosnak szánt épületet, és kivitelezéskor derül ki, vagy hát amikor a gépész átnézi, hogy bassza meg, nincsen egy dekahely sem arra, hogy ő a gépészetet el tudja rakni. Minden mindennel összefügg, ezeket a tudásanyagokat viszont hosszú évek alatt lehet felszedni. Nekem annyiban szerencsém van, hogy édesapám kömüves volt, én már gyerekkorom óta maltert szagoltam gyakorlatilag, benne voltam az építőiparban, és később is én nagyon érdeklődtem minden szakága iránt a kivitelezésnek. Elég sok mindenhez konyítok. Megvezetni nehezen tudnak a kivitelezők, viszont tény az, hogy nekem is folyamatosan, még most is nyomon kell követnem a technológiákat, illetve az anyagváltozásokat. Ehhez mindenképpen kell egy alaptudás ahhoz, amiből tovább lehet tanulni, illetve tovább lehet építkezni. Azt is kérdezték tőlem sokan, hogy miért nem írok könyvet háznézésekről. Akik ilyen 40-50 éves korosztályban vannak, azok emlékezhetnek a nálunk Magyarországon kalandjáték kockázat könyvekre, amiben kellett egy dobókocka, illetve egy ceruza, és elkezdted olvasni a könyvet, és a fejezet végén, vagy a bekezdés végén volt választási lehetőséged. Balra mész, vagy jobbra mész. Dobj kockával, stb. És lapozza, mit tudom én, 486. oldalra, vagy 486. fejezetre. És ennek megfelelően ide-oda kellett lapozgatni a könyvbe, attól függően, hogy melyik történet szálat vetted fel az egészben. Ilyen háznézéses könyv is gyakorlatilag így erről szólna, mivel rendkívül szertágazó az egész. Alápincézett, fél szuterén, ázik, nem ázik, hogy ázik, lehet-e utólag szigetelni, miért nem lehet, ha lehet, milyen technológiával. Mindennek van ezer és ezer fonala, ami így szerte ágazik, lehetetlen. Egy konkrét adott épületről lehet esettanulmányt írni, viszont általánosságban ezeket nem lehet megfogalmazni. Az útvonalon veszély várható. Ezért nem is szándékozok könyvet írni, ez a blogbejegyzés formájában. Az útvonalon torlódás várható. Blogbejegyzés formájában ezek a házszemlék így tökéletesen szemléltetik a egy-egy ingatlannak a dolgait, illetve azokból azért vannak általánosan következtethető hibák, de könyvet ebből nem lehet írni, és nem is szándékozok. Térjünk rá egy kicsit arra, hogy konkrétan hogy néz ki egy háznézés. Én általában körbenézem az ingatlant kívülről, és roncsolásmentesen értelemszerűen. Megnézem a gépészeti bekötővezetékeket, ez alatt értem azt, hogy a villanyórát megnézem, régi, új, hány amper van, milyen vezetékek vannak, hol jön le a adott esetben a légvezeték, vízorraknánál milyen bekötés van, horganyzott csöves, vagy már KPE csöves. A gázórát azért kell megkeresni az ingatlanon, mert sok esetben, bár egyébként ezt nem értem, hogy miért, de az eladók azok kamúznak a valós fogyasztást illetően. Amit azért nem értem, hogy miért, mert egy komoly szándékú vevő úgyis el fogja kérni tőlük a recsicsekkeket, és abból ki fog derülni a tényleges fogyasztás. Viszont a gázóráról általában kiderül a tényleges fogyasztás. Mivel én foglalkozom energetikával is, egy-egy adott épület típusnál, szerkezet függvényében, illetve méret függvényében tisztában vagyok azzal, hogy milyen fogyasztás várható. Egyes kiugró adatokra, ami túl alacsony vagy túl magas, beszéljünk most a túl alacsonyról. A túl alacsony az adódhat egyrésztről abból, hogy a ház egy részét fűtötték csak, másrésztről abból, hogy vagy kandallóval, vagy cserépkályhával, vagy egyébben kiegészítették a fűtést, elektromos radiátorral például. Ilyen esetben értelemszerűen nem valós az, amit a gázóra mutat. A másik esetben, amikor túlzott fogyasztás van ahhoz képest, ott viszont nagy valószínűséggel nagyon komoly szerkezeti problémák vannak. Ha kívül végeztem az ingatlannal, akkor megyek belőle, és itt veszem elő a hőkamerát, a nedvességmérőt, illetve a távmérőt. Több helységre rámérek nedvességmérővel, padlójára is, meg a falakat is megnézem, meg amint említettem korábban, hogy a vízes blokkoknál, a kádat zuhanyzónál, hogy vajon van-e vízszigetelés. Belül szoktam nézni villanyszerelésben, igazából nagyon sokat elárulnak a kapcsoló konnektoroknak az életkora, illetve hogy mikor lett felszerelve, és vannak-e kötődobozok. Ha van rá lehetőség, akkor megnyitok egy-egy kötődobozt, megnézve, hogy milyen vezetékelés van ott. Gépészet terén értelemszerűen a kazánház az, ami fontos.
a belső vízvezetékrendszer, a fűtési rendszer, hogy mennek a radiátorok, milyen csövezéssel, anyagban, átmérőben, hogyan vannak egymás után kötögetve, milyen állapotú esetleg a kémény, egyebek. Belülről nyílászárók, milyen állapotúak, mikoriak, mennyire hőhidasak. Szerkezetileg átnézem a hőkamerával az épületet. Hadástérbe, mint említettem korábban, mindenképpen fel kell jutni, mert a tető az egy nagyon komoly, sok-sok milliós költség lehet pluszban. Tetőnél fóliázás, cserepezés, bádogozás állapotát kell megnézni, valamint a tetőnek a szerkezeti állapotát, illetve méreteit. Ha látom, hogy a tető bármi ok folytán cserés, tehát akár csak a héjazat vagy a tetőnek a szerkezete, akkor leszoktam mérni a felületét is, hogy tudjunk kalkulálni összegben. Miután átnéztem kívülbelül az épületet, ezután félre szoktunk vonulni a vevőjelölttel. Én elmondom szóban mindazokat, amiket láttam, és ezt az értékelést el szoktam küldeni utána e-mailben a fotókkal együtt. És gyakorlatilag ennyi egy háznézés. Természetesen az értékelés, amikor elküldtem e-mailben, akkor lehetnek olyan részletek, ami nem eléggé világos a... Nem derül ki elég világosan az e-mailből, vagy a kérdező számára. Ilyenkor természetesen az árban benne van az, hogy oda-vissza kérdezve megválaszolom azokat a kérdéseket, amik még felmerülnek, tehát ami nem eléggé világos. Sok esetben előfordul az, hogy a megvásárlás és birtokbevétel után megkeresnek azzal, hogy a felújítási vagy bővítési terveket csináljuk meg. Ilyen szempontból is gyakorlatilag visszaköszön az épület még nekem, nem csak a házszemle során. Volt egy ilyen kérdés, hogy tavaly néztél két ingatlant nekünk, aztán a Covid miatt halasztottuk a házvásárlás projektet. Mire számíthatunk idén szerinted, ha ismét belevágunk? 2019-20-hoz képest annyit változott a helyzet, hogy én leírtam a blogomon is, hogy nem szerencsés a házszemlére egyből velem menni, mert előbb nézzék meg vevőjelöltek magát az ingatlant, a kiosztását, fekvését, környezetét, hogy egyáltalán tetszik-e. Mert ugye sok esetben előfordul, hogy olyan környéken van az ingatlan, ami a hirdetésből természetesen nem derül ki, meg akár a Google Street View-ból vagy Google Maps-ből, ami nem tetszik, és ezáltal viszont én fölöslegesen megyek ki, a vevőjelölt fölöslegesen költi a pénzét a házszemlére, miközben már amikor odaérkezünk, akkor látja, hogy ez nem, neki ez nem jöhet szóba, ez az ingatlan. Ez annyiban változott, hogy annyira felpörgött az ingatlan piac, hogy nagyon sok esetben már nincs arra idő egyszerűen, hogy tehát a második szemlére menjek, mert mire a második szemlére sor kerülne, addigra gyakorlatilag nagyon sok ingatlant lefoglalóznak, eladnak. Még így is egyébként, hogy ha 2-3 napra előre adok időpontot, akkor lehet, hogy már másnap szólnak, hogy közben levették a hirdetést, és szólt az eladó, hogy eladta az ingatlant. Ez egy kicsit ilyen lútré, és őszintén szóval én nagyon nem szeretem, mert tényleg egy kicsit olyan lehúzásnak érzem azt, hogy egy olyan ingatlan nézek meg, ami másokból egyébként meg fel sem merülne, mert a helyszínen kiderült, hogy hát nem, a környezet nem, vagy az utak nem, vagy az egyéb dolgok nem klappolnak. Viszont ennek a kockázata az nem az enyém, hanem a vevőjelölteké. Időpontfoglalás. Eléggé be vagyok táblázva, viszont általában 2-3 napra előre tudok időpontot adni. Ritka esetben van az, hogy akár másnapra is beesett egy késő esti ingatlan nézés, vagy napközben is akár. Ez nagyon változó, minden esetben itt egyeztetnünk kell. Haladunk bele majd lassan az őszbe, még azért nyár van, de ősszel-télen meg az a probléma, hogy nagyon korán sötétedik. Egyre szűkül az a zóna, ami az az idősáv, amiben ingatlanokat lehet nézni. Tehát nyáron 9 óráig is, még egy este 8 órás ingatlan nézés is, ha nem okozunk kényelmetlenséget, akkor nekem belefér, mert 9-kor, 8-9-kor sötétedik. Aztán egyre haladunk előre a hónapokba, és egyre korábbra jön ez a sötétedési időpont. Értelemszerűen sötétben sokkal kockázatosabb az ingatlan szemlét megcsinálni, mert pont az apró részletek azok cseplámpában nem derülnek ki. Meg az átfogó kép nem derül ki, tehát egy épületről azért egy átfogó képet mindenképpen kapni kell, és az azért sötétben nem szerencsés. Még egy kérdés, ingatlan közvetítő vagyok, rendszeresen olvasom az írásaidat, van-e kapcsolatod ingatlanosokkal? Hát ez egy jó kérdés, mindig örülnek nekem nagyon az ingatlanosok, hogy fú, hát milyen jó, hogy végre van egy ilyen szakértő, aki nézi a házakat, és adjak névjegykártyát, és majd ajánlgatnak. Aztán a második, legkésőbb harmadik ajánlgatás után
elfelejtenek, mert hát én nem az ő malmukra hajtom a vizet. Azért az, hogy én felhívom a figyelmet az ingatlan hibákra, meg egyébként a jogi dolgokra nagyon sok esetben, az azért az ingatlanosoknak tud problémát okozni. A jogi dolgoknál például, amikor nem stimmel a térképmásolat a valósággal, akkor az a jelenlegi szabályozás alapján sok százezer forintos plusz költséget jelent, és minimum fél éves csúszást az eladásban, ha valaki hitelre vagy csokra akarja felvenni. És bizony az is előfordult már, hogy bővítést egyrésztről engedély nélkül hajtották végre, másrésztről viszont túlépítették a telket, magyarul a beépítési... Az útvonalon rendőri ellenőrzés várható. Magyarul a beépítési százalékot meghaladták, ami viszont utólag meg nem legalizálható. És erről ezt az ingatlanosok nagy többsége nem is tudja, illetve próbálja elbagatelizálni. És amikor én elmondom, hogy hát ez már pedig így van, és ebből mostanában nem lesz üzlet, akkor természetesen én vagyok az ellenség, meg én vagyok a hülye. Ilyen szempontból ingatlanosokkal nem nagyon tudok együttműködni. Nem is nagyon szeretem őket, őszintén szólva. Az, amit ők művelnek sok millió forintért, az szerintem egy elképesztően pofátlan lehúzás. Nem magamat magasztalva, mert bárki, aki ilyen szakértői munkákat végez, az nem kér el még 100 000 forintot sem ezért a munkáért, és ehhez képest az ingatlan közvetítő viszont sok-sok millióra lehúzza a... Oké, hogy a vevőjelöltet, vagy az eladót, csak ezt a vevőjelöltön kaszírozzák be gyakorlatilag, mert annyival följebb, annyival magasabb árfekvésben jelenik meg az ingatlan a piacon. Nem azt mondom, hogy teljesen fölösleges az ingatlan szakma, erről majd lesz egyébként egy külön podcastem, mert nem fölösleges, de azért most manapság az ingatlan, az internet korában ez már azért egy kicsit szerintem jelentőségét vesztette, de meg tudom érteni, hogy sokan nem szeretnének ezzel házukat mutogatni, összeszervezni az érdeklődőket, lerázni a hülyéket, stb. Értem azt, hogy valamilyen szinten kell, de akkor sem ilyen költséggel és nem ilyen hozzáállással. Pont tegnap voltam egy ingatlan megnézni, csak az ingatlan közvetítő volt ott, vevőjelölte, már nagyon sok ingatlan megnéztünk, és ott hangosan beszélgettünk bizonyos dolgokról, és az ingatlanos hölgy állandóan közbe pofázott, hogy már pedig ez nem így van, már pedig ez nem úgy van. És a végén már rászóltam, hogy legyen szíves a földszinten várakozni, mert nem vagyunk kíváncsiak a véleményére, ami ráadásul hülyeség is. Nekem nem mondja meg egy ingatlanos, hogy ha én látom és lemérem a tetősíkban 15 centi összerogyott üveggyapot van, mert látom a hőkamerán, hogy össze van rogyva, hogy azt nem kell kicserélni, és hogy ez a tetőtér, ez nyáron nem meleg. Várakozzon odalent, nem vagyok kíváncsi a hülyeségeire, mert érdemi információt viszont nem tudott adni, meg nem adott semmit. Nem tudok, és nem is akarok együttműködni ingatlan közvetítőkkel. Az a vicc az egészben, hogy egyébként, hogy nekem megvan az ingatlan értékbecslői és közvetítői okai és végzettségem, és nagyon jól tudom, hogy 80%-a, de inkább a 90%-a kikből lett ingatlan közvetítő. Ennek is egy szakmának kéne lennie, műszaki háttérrel vagy jogi háttérrel. Normális ingatlan közvetítő az útvonalon veszély várható. Vagy műszaki háttérrel rendelkezik, statikus gépész, építész. A háttér tudás infója megvan ahhoz, hogy legalább az alapdolgokkal tisztában legyen. Vagy pedig ügyvédi jogi pályáról érkezik, ahol viszont akkor ő az ingatlan jogban erős. Valamelyik oldalról meg tudja támogatni magát az ingatlan közvetítést. Az, hogy valaki odajön időpontra, és megmutatja a házat, meg hogy hú, hát nézzék meg, milyen szép a kilátás, meg itt ilyen gyümölcsfák vannak, meg ott olyan gyümölcsfák vannak, és nyomja a sódert, az nem ingatlan közvetítés, az csak egy ügynöki tevékenység. Ahogy autónappel sem minden autószerelőből van, sajnos, hanem bárkiből gyakorlatilag, csak vagy nagy pofánabbval kell rendelkeznie, és lyukat beszélni a hasadba, vagy erőszakosnak lenni, és rád beszél minden szart, ha nem vagy helyes. Ugyanez van az ingatlan piacon is, annyi különbséggel, hogy az ingatlanok jóval nagyobb értéket képviselnek, és ezáltal hála Istennek nagyon sok ember valamilyen szinten visz magával valakit, aki egy kicsit a rózsaszín ködből kirángatja. Anyagiak, még egyszer. Ahogy említettem, van egy szemle alapdíja, illetve van egy én kilométerre kiszámolt kiszállási költséget számolok. Nem muszáj
készpénzezni, tehát nekem tökéletes az utalás is, hivatalosan megy úgyis minden, számlát kap róla az illető. Megvan bennem még a bizodalom az emberekbe, néha erre ráfázok, de én még mindig hiszek a készfogásos betyárbecsületben, tehát amikor elküldtem az írásos értékelést meg mindent, akkor kap egy számlaszámot, amire el tud utalni, és megírjuk a számlát a szemléről. Ez volt az első része a szakértői háznézés podcastnek. Ebben is megosztom az adatlapot, amit összeszerkesztettem a háznézések kapcsán. Benne lesz a linkje a podcastben. Nyugodtan le lehet tölteni, és nyugodtan lehet használni. A podcast második részében, tehát egy külön podcastben veszem végig pontról pontra, hogy mik vannak és miért vannak beleírva ebbe az adatlapba. Tartsatok velem abban a podcastben, vagy legközelebb. Sziasztok!